Idén is megválasztották a megye legszebb lányait a Hungaroszpában. A Miss Alpok Adria Hajdú Bihar megyei döntőjét a Hajdúság szépe versennyel együtt rendezték meg július 25-én. A lányok sminkje a rekkenő hőség miatt, a közönség pedig a látvány miatt olvadozott. A verseny előtt már zsúfolásig telve volt a tengerparti medence, míg a közönség a hűs vízben várta a lányokat, addig a királynő jelöltek az öltözőben az utolsó igazításokat végezték a sminkjükön és a frizurájukon. A verseny előtti pillanatokban már érezhető volt, hogy nő a feszültség. Én nem izgultam, amikor még idejöttem, de most már egyre jobban izgulok. Nagyon remélem, hogy nem lesz semmi probléma, nagyon szépek a lányok, és bízom benne, hogy én is jó eredményt fogok elérni. Nem izgulok nagyon, de persze azért bennem van, hogy fellépés előtt vagyok. Nem tudom, ki fogja megnyerni, de én bármilyen eredményt érek el, örülni fogok neki. Én nagyon jól érzem magam, megmondom őszintén. Én nagyon picit izgulok, de nem annyira, mert igazából jó a hangulat. Sok néző van, az tény, de próbálok nyugodt maradni. Mi ez az eredmény, amivel elégedett lennél? Mint mindenki, szerintem azért jött ide, hogy megnyerje, de hogyha nem érnék el helyezést, akkor sem lennék szomorú, mert maga az élmény az már egy nyeremény szerintem. Míg a lányok az egyik öltözőben, addig a zsűri egy másikban készülődött. Katona Böbe szervező a kezdés előtt még néhány információval látta el a zsűri tagokat. A legelején van egy közös koreográfia, ez azért van, hiszen nem ismeritek a versenyzőket, esetleg a fürdőnek a honlapján lehetett látni fotókat, hiszen ott lehetett szavazni. Ennek a szavazásnak ma délben vége lett. Mi már tudjuk, hogy ki a közönségdíjas. Miután mindenki készen állt, kezdődhetett a verseny. A lányok először koktélruhában léptek színpadra. A zsűri maximum 10 pontot adhatott a lányok ruhás megjelenésére. A 12 versenyző ezután bikiniben is megmutatta idomait. Ekkor a 11 tagú zsűri szintén maximum 10 pontot adhatott minden versenyzőnek. A pontozások után a lányok és a bírák is visszavonultak, az eredményhirdetés előtt bepörgette fel a hangulatot. Az énekest a fellépés után arról kérdeztük, hogy tetszik neki a 12 lány. Gyönyörűek. Egyébként az országos felhozatal szintjén is szerintem top kategóriában vannak. Ez lett volna a következő kérdésem, mert hogy sokszor elhangzik, hogy itt ebben a régióban különösen sok a szép lány, akkor ezt meg tudod erősíteni? Mindenképpen a hírt meg tudjuk erősíteni, köszönjük szépen! Beve után ismét a lányoké volt a színpad, kezdődött az eredményhirdetés. A Hungaroszpa weboldalán leadott voksok alapján a közönség díjat az egyes sorszámú Szabó Evelin nyerte Derecskéről. Én nagyon jól éreztem magammal, nagyon köszönöm, hogy ennyien szavaztak rám, és azt gondolták, hogy nekik én szép vagyok, és hogy mindenki támogatott engem. Nagyon sokat jelentett nekem. A verseny előtt nyilatkozó hajdúszoboszlói Kálai Dia mellett még egy helyi lány volt a mezőnyben, végül mindketten külön díjakat vehettek át. Én remekül éreztem magam a verseny során. Én ugye táncoltam, tehát, és hát még mindig táncolok. 15 évig mazsoretteztem, és most társas táncolok 2 éve, de hát nekem a színpadon mozogni egy hatalmas élmény, ugye, hogy valamit adhatok a közönségnek, és ugye a zsűritagoknak is. És nekem ez tényleg egy olyan élményt adott, ami még sohasem éltem át, hiszen még sosem indultam szépségversenyen, de szerintem ezen túl fogok máskor is, mert nagyon megtetszett, remek lányokat ismertem meg, nagyon kedves volt mindenki, a szervezés is nagyon jó volt, tehát tényleg egy remek versenyt tudhatunk magunk mögött. A verseny harmadik helyezettje a 12-es sorszámú debreceni Maka Karolina lett. A második helyezést a 10-es sorszámú Pincés Nikolett érte el, aki a verseny előtt azt mondta, hogy bármilyen eredménynek örülne. Az eredményhirdetés után azt is elárulta, meglepte, hogy első udvarhölgy lett. Nem számítottam rá, de reméltem, hogy kapok valamilyen külön díjat legalább, és hát ez felülmúlta. A korona idén a tavalyi udvarhölgy, a 8-as sorszámú fehér gyarmati Kun Zsanett fejére került. Megmondom őszintén, hogy nem számítottam rá igazából, csak mertem remélni, hogy a zsűri úgy dönt, hogy én fejemre adja a koronát,
Elnézést, csak nem találom a szavakat, tényleg annyira meghatódtam, mert pont anyukám nem tudott itt lenni, és ő hívott telefonon. Nem számítottam rá, szerintem nagyon szépek voltak a lányok, nagyon jól éreztük magunkat, és igazából a mai nap igazából csak azzal telt, hogy fejbe készültünk, és így vártam az eredményt. A királynő automatikusan bekerült a Miss Alpok Adria magyarországi döntőjébe, az udvarhölgyek és a közönség díjas pedig a középdöntőbe. A lányokat idén is Katona Böbe koreográfus készítette fel. Azon kívül, hogy hogy néznek ki, rengeteget számít, hogy ki milyen magabiztos, illetve kinek milyen színpadi rutinja van már. Tulajdonképpen ez a legjobb szó, hogy ha valaki járt már korábban táncolni, egy legegyszerűbb mazsorettől kezdve bármit lehetne említeni, akkor neki sokkal-sokkal könnyebb, más a térérzés, kifejlődő, tud a többiekhez alkalmazkodni, így aztán én nyilván picit másabb szemmel látom már az első pillanattól a lányokat, nem csak azt nézem, hogy ki hogy néz ki, hanem látom azt is, amit a zsűri is később szerintem észrevesz, hogy tényleg mennyire magabiztosan mozog a színpadon. Tehát én úgy gondolom, hogy most is tükrözte az eredmény azt, hogy azok a versenyzők, akik helyezést és dobogós helyezést értek el, ők nem csak szépek, de nagyon magabiztosak voltak. Ügyesen, rutinosan mozogtak a színpadon, és tudtak a közönséggel is, meg volt a kommunikáció, ez egy nagyon fontos része. Lehet valaki nagyon szép, de ha nincs kisugázása, nem találja meg a közösséggel a hangot és a magával a zsűritagokkal, akkor bizony onnan nagyon nehéz nyerni. A verseny végén a zsűrit is megkérdeztük, hogy idén mennyire voltak elégedettek a lányokkal. Nagyon jó volt a felhozatal, természetesen volt benne ilyen is, olyan is. Volt olyan, akinek nem biztos, hogy ezzel a területtel foglalkozni kellene a jövőben, de a többsége a lányoknak igenis birtokában volt azoknak az adottságoknak, szépségnek, bájnak, ami egy szépségversenyhez kell. Nagyon jó hangulatban telt az idei verseny. Én azt gondolom, hogy kirívó vélemények sem születtek a zsűritagok közül, hisz többé-kevésbé szinte minden zsűritag hasonlóan értékelte az elétáruló látványt. Én azt gondolom, hogy a lányok is elégedettek, még azok is, akik nem kerültek az első három helyezett közé, mert azt figyeltem meg, hogy azért a többségük reálisan képes értékelni a saját adottságait, illetve rangsorolni a csapaton belül a maga helyét. Az idei évben különlegesen szépek voltak a lányok, egyediek voltak. Azt is el tudom mondani, hogy nem igazi profi manökenek, mert hiszen sokszor olyan lányok is jelentkeznek, akik már látjuk, hogy több éven keresztül különböző bemutatókon részt vesznek. Itt nagyon sok igazi amatőr lány részt vett, de ennek ellenére nagyon szépek és profi módon mozogtak a színpadon. Szépek voltak. Én azt gondolom, hogy a zsűri döntése megegyezik a közönség véleményével, és hiszen itt a tengerparti medencében a közönség itt is kinyilvánította véleményét. Úgyhogy ez egy kellemes délután volt, örülök neki, hogy tetszett a közönségnek, a lányok nagyon boldogok, elégedettek, hiszen sok szép ajándékkal elhalmoztuk őket, és hát szeretnénk folytatni ezt a tradíciót.